Engedjék meg, hogy Rezső kérésének eleget tegyek, és pár szót mondjak, csak nagyon röviden, mert úgyis fent folytatni fogjuk az előadásokat, és akkor majd bővebben beszélhetek Békási Ferencről. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy azt szeretném kifejezni, hogy én mennyire örülök annak, hogy Békási Ferenc emlékét ilyen fontosnak tartják néhányan, mint például maguk, és eljövünk és beszélünk ezekről a témákról. Mennyire örülök annak, hogy idén végre sikerült elérni azt, hogy a nevét kiírják, és az évszámot kiírják, hogy rendbe tegyék itt a környéket, mondjuk előtte is szép volt, csak mondjuk vadregényes. És azt hiszem, hogy ezek a dolgok az igazán fontosak. Ez az, ami az irodalom története élővé, boldoggá és gazdaggá teheti, és hogyha az irodalom történet élő és szerves része a történeti emlékezetnek, akkor talán a jelen is gazdagabb, boldogabb önismerettel több tud lenni. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani, és szerintem Békási Ferenc is ennek mosolyogva és nagyon derűsen örül ott, ahol én van. Akkor szeretettel köszöntök ismét mindenkit a konferenciák Zsenyei helyszínén, és akkor elsőként felkérem Vernyer Zsenyei Tibor úrra előadása megtartására. Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ott az előbb már pár szót szólhattam a sírnál. Itt azért mégis jobb a hőmérséklet, meg jobban tudunk egymásra figyelni, legalábbis nagyon remélem. Azzal, amit most elő fogok adni egy élő szóba, azt én megírtam néhány nappal ezelőtt egy eszében, ami vasárnap estétől már olvasható lesz a Drót online összművészeti és társadalomkritikai portálon, aminek a főszerkesztője vagyok. Ez az eszé, ez az örök visszatérés elve, ahogy kísérlet Békási Ferenc találta Bezalédi Amália napló rekonstruálására. És mivel hogy ezt megírtam egy eszébe, ezért remélem, hogy egy szép szöveg lett, majd ezt maguk eldöntik, hogyha elolvassák. Mondom, hogy este 6 körül hazaérek Szentendrére, 8-kor már fent lesz a dróton, vagy akkor már kirakom a drótra. De ahelyett, hogy felolvastam ezt az eszét, és egy ilyen egybefüggő szöveget adnék elő, engedjék meg, hogy inkább elmeséljem ennek az eszének a hátterét, mint egy ilyen irodalmi nyomozás vagy kaland történetét, és így aztán szót ejthessek egy kicsit többet Békási Ferencről is, és arról is, hogy miért borzasztóan érdemes ez a dolog. Azt kell elképzelnünk, hogy még egészen 1945 előttig ebben a teremben, amiben most üldögélünk, egy hatalmas könyvtár volt, teli is tele könyvekkel, három családnak igazából a könyvgyűjteményével, ugyanis a segélyek a kastély eladásával szintén hagytak itt könyveket, a Bezelédiek könyvgyűjteménye és a Békási család könyvgyűjteménye. Ez mind a három könyvgyűjtemény, ez egy jelentős könyvtár volt, Bezelédi Emma, Békási Ferenc édesanyja, ezt a könyvtárat megnyitja egyébként a környékbeli környék lakói előtt, még ilyen pecsétet is készítenek. Preitzer Paula kiváló tanulmányba foglalta össze ennek a könyvtárnak a történetét és maradványait, én erről nagyon röviden értekeztem. Ebben a könyvtárban üldögél 1912. áprilisában Békási Ferenc, valószínűleg benn, és olvasgat és különböző szövegek, könyvek kerülnek a kezébe. Az együttített írásokban az olvasmány listáját, amihez minden egyes rövid jegyzeteket készített, mi közzétettük, mint ahogy nagyon sok minden más is, és közben leveleket írt Noel Oliviernek, aki a szerelme volt, és aki után végtelenül lepekedett. Pár szót Noel Olivierről szólnék, ő Laurence Oliviernek volt az unokahúga, egy akkoriban még fiatal és nagyvilági
angol hölgyről beszélünk, aki ilyen elképesztően repekedett két költő is. Az egyiküket Békási Ferencnek hívták, a másikukat pedig Rupert Brooke-nak. Ez a Rupert Brooke az nagy első világháborús angol költőnek számít Angliában egyébként, nagyon tisztelik, nagyon szeretik, és gyűlölték egymás Békási Ferenccel. Természetesen, mivel hogy ugyanarra a csajra hallgattak. Úgyhogy Noël Olivier egyébként hogy szokták ezt mondani, hogy két vasat megértett a tűzbe, vagy két vasat megértett a tűzbe? Igen, erről van szép. Nagyon szépen fogalmaztuk meg ezt a dolgot, mert mind a kettőjükkel levelezett, és 1991-ben angolul Rupert Brooke-kal való levelezését kiadták Anglia, szerencsések országnak, megőrzik a leveleket, megőrzik a könyvtárakat. Magyarország sajnos semmilyen szerencsés, ugyanis amikor az oroszok bevonulnak ide Zsenyébe, akkor kinyitják azt az ablakot, és oda a platán mellé kiszolgálják a könyveket, elégetik az összes könyvet, vagy legalábbis jelentős részét, amit nem azt tenni szétkopják. És így aztán megsemmisülnek például Noël Olivier levelei is, amelyek válaszlevelek voltak Békási Ferenc leveleire, ellenben Békási Feri angol levelei nem semmisültek meg nagy szerencsénkre, hanem Angliában Noël Olivier leszármazottainál maradt, amit Gömöri György barátunk és kiváló irodalomtörténész filozófia volt, Cambridge-i professzor, kutatott ki, talált meg, küldött el nekem, és a feleségem virágba fordította le őket magyarra. Ezeket a leveleket is kiadtuk magyarul. Óriási talánnak, vagy érzés volt számomra, és elégtétel, amikor 2013-ban visszavághattunk Rupertnek azzal, hogy mi is kiadtuk Békási leveleit. Ezek a levelek egyébként hatalmas kultúrtörténeti kincset rejtenek. Az angol, akkori angol elit, művészeti elittel kapcsolatban. Például megtudhatjuk belőle, hogy John Maynard Keynes, a kiváló közgazdász, hogy érezte magát zsenyébe, amikor eljött ide lovagolni és csapni a szelet Békási Ferencnek, mert akkor még homoszexuális érzelmeket táplált, hogy csak később találkozott Mirja Lopukovával, a későbbi feleségével. De Békási Ferenc bármennyire is próbálja ezt az irodalomismeretből bizonyítani az irodalomismeret legújabb számában egyébként kiváló pázmányos irodalom történész fiatal hölgy, akivel most intenzív levelezésben vagyok ezért és leszámolásban, László Gabriellával, aki az apostolokat vizsgálva, ugye nagyon sok inkább biszexuális, mint homoszexuális, de ilyen emberek voltak közöttük, és próbálják ezt bizonyítani, hogy Békási Ferenc ilyen érzelmeket táplált volna, például Frank Bissner, akivel valóban kiváló barátságban volt, de ha valaki végigolvassa Békási Ferenc írásait, amit nem spórolhat meg az az ember, aki Békási Ferenc életéről bármilyen ítéletet próbál mondani, ugyanúgy, mint ahogy akármilyen költőről, hogyha beszélünk például Kisfoldiról, nem árt, hogyha elolvassuk az írásait. Tehát szerintem kiderül Békási Ferenc leveleiből és írásaiból, hogy nem csak, hogy egyébként akkor sem lehet volna semmi, hogyha a Keynes vagy az Rupert Brooke iránt rajong, de nem irántuk rajongot, hanem Noël Olivier iránt. És Noël Olivier tényszerűen ugye egy nő volt. Tehát ez ilyen egyszerű. Úgyhogy ez az én véleményem, lehet cáfolni egyébként, meg az nagyon szívesen vitatkozok, egyébként inkább a premier szövegekről, mint arról, hogy most Derék Ivoliknak milyen szexuális irányultságai voltak. Kicsit méltatlannak találom, meg bulvár szintnek, ahelyett, hogy a szövegeiket olvasnánk a gatyájukba turkálni, szóval ez szerintem ilyen 21. századi betegség. De ezt az eszében nagyon finoman érintettem, és most arra pontra utalnék vissza, hogy 1912. április 5-én írja ezt a levelet Békási Feri Gunnen, és azt írja, hogy óriási felfedezést tettem, megtaláltam egy felmenőm, 1820-ban egy fiatal hölgy naplóját kéziratban a könyvtárban. Ugye itt. Most idézek az eszémből, hogy ki volt ez az ős, ki volt az, aki 1820-ban fiatal hölgy volt, és naplóján Békási ilyen nagy lelkesedéssel veszi a kezébe. Szerencsére a levelet Békási Ferenc folytatja. Franciául írt a naplóját, nagyon finom hölgy volt, biztosan el tudok képzelni, Noël Biedermeier, nagyon különleges,
felét házassága előtt, felét utána írta. Elég népszerű egyébként, mivel írt egy mondókás könyvet, melyen nagyanyáink és anyáink nevelkedtek, még az én lánytestvéreim is, valami olyasmit, mint a Child's Garden of Verses. Ez a könyv egyébként a Robert Louis Stevensonnak a gyerekeknek szóló kis mesek angliában, nagyon népszerű mesekek körül van, mert máig is ismerik, gyerekkönyvéről van szó, amihez hasonlítja a Flóri könyvét. A Flóri könyvét bizonyára nagyon sokan ismerik, tisztelt hallgatóság közül, tehát Blezeréni Amália könyvét naplóját találja meg. És ugye ki volt Blezeréni Amália? Most én pár ilyen könyvhez jutottam időközben. A Flóri könyve egy eredeti kiadása van a kezemben, meg a Földesi esték, ez a két könyv volt a legnépszerűbb Blezeréni Amáliától, aki sajnos nagyon fiatalon, 33 évesen halt meg. A kislányuk Flóri sem érte túl, azt hiszem 9 éves volt, amikor meghalt. De csodálatos dolgokat indítottak el. Muszlik Teréz mellett egyébként Magyarországon az első volt, aki az óvodai gyermekvédelemért tett férje. Blezeréni István kiemelkedő, akkor kiemelkedő és radikálisnak számító gondolkodója volt, aki ellentétben Kisfaludival amellett érvelt, hogy örmeseknek is kell adóznia, és például, hogy a nőknek egy előjogjuk van a férfiakkal. És hát ugye ez nyilván nem volt annyira népszerű, egy férfiak által dominált és meghatározott korban, ahogy ma se. És ennek ellenére nekem nagyon szimpatikus ez a derék Blezeréni család, vagy nem tudom, hogy egyet el szabad-e mondani. És borzasztóan izgalmas számomra, hogy ki is volt ez a Blezeréni Amália, és milyen lehetett ez a napról, hogy Békási Ferenc megtalált. Ez az abszolút 1820 előtt írta ugye a házassága előtt az egyik részét, utána pedig már mikor Blezeréni István a hídjai birtokra visszavonulnak, akkor írta a másik részét ennek a naplónak. Hogyan juthatnánk ehhez a naplóhoz? És akkor most visszacsatolnék arra, hogy ez az eszébe sokkal jobban ki lesz fejtve. Most az idő rövidségére való tekintettel megpróbálom tényleg csak érinteni, hogy miért az örök visszatérés elve a címe ennek az eszének. Azért, mert amikor én ezt ebben a levélben még előzőleg angolul olvastam, hogy Békási Ferenc ugyanúgy, ahogy én, amikor 2005-ben először aludtam itt a kastélyban, talált valamit, amit igazán érdekesnek és értékesnek talált, és ez ilyen lelkesedéssel töltött el, én visszakerestem a 2005-ös naplómat. És ugyanilyen lelkesedéssel, persze egy bogó és fiatal és szerelmes költő voltam, elkezd áradoztam hosszú oldalakon keresztül, hogy aztán itt ez a Békási, milyen fantasztikus, úristen, ki van rakva a táblája, itt van eltemetve, és így kérdezem, hogy és ti olvastátok? Hát követő volt, ugye? Akkor biztos írt valamit. Hát nem olvastuk. És akkor elkezdtem összegyűjteni a könyveit. Egy-két könyve, amit még az édesanyja közvetlen, ugye kis példányszámban a halála után adott ki, az meg volt fénymásolatban itt a kastélyban, de a nagy részét az OSK-ból, illetve Angliából, ugyanis ugye Békási Ferencnek az angol verseit Virginia Woolf, az egykori barát, adta ki 1925-ben Adriatic Rock Poems címmel. Ez is benne egyébként a kötetben. De egyébként azóta, hogy ezek a könyvek megjelentek, találtunk még leveleket, például Keyneshez, meg a többi baráthoz írott leveleket. Gömeri rendületlenül publikálja ezeket angolul, néha egyet-egyet lefordít, néha odaad egyet-egyet, hogy mi fordítsuk le. Néha vannak kétségeim, hogy ez rajtunk kívül bárkit is érdekel. Mindig valami érdekes dolog érdekel, mi sokat vitatkozunk erről. De mégiscsak az volt az érzésem pont idén nyáron, amikor itt a nagyon sok derék helyi emberrel találkoztunk, és tényleg voltak köztük nagyon aranyosak, nagyon kedvesek velem, hogy az irodalom történet írása, vagy azzal való foglalkozás talán nem teljesen elmondanak. És hogy talán helyre lehet állítani bizonyos dolgokat. Mert mi maradt a Zsegyei könyvtárból? Ez a pár könyv egyébként, ami tévében érkeztem. És amit esetleg majd maguk hoznak vissza, hogyha megtalálnak dolgokat és kutatnak. Mert például Blezeréni Amáliával nagyon érdemes lenne foglalkozni, én ezt nem fogom megtenni. Én örülök, hogyha ebből a naplóból el tudom képzelni azt, hogy
hogy milyen lehetett egy Biedermeier, akkor milyen lehetett egy hölgy, aki a korban tényleg a gyermekvédelmet, a költészetet, az irodalmat tartja a legfontosabbnak, milyen lehetett tényleg egy idilli házasság. És az egyik kedvenc filmben van egy nagyon, nagyon szép részlet, nem tudom, hogy ismerik-e a Berlin fölött az ég című filmet, abban az öreg mesélő mondja az egyik jelenetben, hogy vajon miért mindig a háborút éneklik meg, és mi van a békében, hogy nem méltó a költők tollára. Ugye ők mégis békében éltek, tehát egy nagyon békés Magyarországot képzeltek el. Mikási Ferencben élt békében, nyilván ezért a tragikus sorsa miatt, a háborúban való hősies részvétele miatt és a fontos lett igazából egy csomó mindenki számára közben az elmúlt években. Én azt tudom, hogy ez a napló létezett, most már maguk is tudják, hogy ez a napló létezett, vasárnap, ha megjelenik ez az eszi, akkor mindenki megjelent, hogy ez a napló létezett. Ez a napló nyilván elveszett, és például tudom azt is, hogy melyik azok az eszék, amik elvesztek Békási Ferenc, amiket nem találtuk meg, mert ugye végigolvastuk Sikos tanárról a kiváló ismerője Babits Mihály életművének és mindenének, és a Babits levelek között ott vannak a Bezerédi Emma által írott levelek, például az a levél, ami a legfontosabb levél a Zsenyei kastély szempontjából, amikor 1919-ben Bezerédi Emma felajánlja a kastélyt a Petőfi Társaságnak arra, hogy művészek, például írók és költők is találkozzanak itt egymással, angol és magyar művészek, ők egy hidat szerettek volna teremteni Anglia és Magyarország között, nem véletlenül. És nyilván sem véletlen, hogy nem tudom én, Berlin és Magyarország között, vagy Moszkva és Magyarország között, tehát ezt össze lehet kapni mindenkinek magának. De Békási Ferenctől ezek a tanulmányok hiányoznak egyébként, ha véletlenül levéltárban vagy bárhol, ha találkoznának ezekkel a tanulmányokkal, kérem publikálják őket. Én nem találtam őket meg, a Cesare Borgia, a Leonardo da Vinci, a panteizmus a középkorban, a reneszánszhoz, a reformációhoz, az eredmények 1100-től 1300-ig, Luther és a skolasztika, tovább a Race of the Balkans. És hát az is nagyszerű, hogy ezekről tudunk, és nyilván a címük nagyon sokat sejtett. Tehát nagyon pontosan azt, hogy mivel foglalkozott, mi érdekelte, történelmi szakot végül a Cambridge-i egyetemen, utána tér haza, utána vonul be a Huszárnak, és hát valahogy ez az egész, mind a két háború elsomorja ezt a hatalmas kulturális kincset, ezt az egészet, beleértve sajnos Bezerédi Amelia fájóan hiányzó naplójával is. Én úgy képzelem, hogy mivel Noel a többi levelekből sejtve, elképzelve hallja hozzáállását a dolgokhoz, őszintén érdeklődött egyébként a Békási által felvetett különböző intellektuális kérdések, irodalmi dolgok után, és úgy képzelem, hogy bár erre semmi bizonyítékom természetesen nincs, hogy megkérte Békási Ferit, hogy ezt a francia naplóból néhány oldalt, néhány részletet fordítson rá angolra. Most már teljesen az mi lett volna, ha című részben vagyunk, és talán, hogyha ezeket a leveleket vagy részleteket megtalálnák Angliában, akkor találhatnánk néhány oldalt ebből a naplóból. Tehát én most egy olyan naplóról tartottam előadást, amit 1912. április 4-e óta tudtam már, vagy bizonyítottam, hogy senki nem olvasott Békási Ferencen kívül, de tudunk róla, és tudunk arról is, hogy Békási Ferinek fontos volt az irodalmi előkép választása, és ő a magyar irodalomból számára családilag is érintettem Bezerédi Amáliát választotta, mint fontos előkép, mint abszolút a béke, nagy hírnöke, és a magyar gyermeknevelés egy fontos és kiemelkedő alapja. Zárásként annyit szeretnék mondani, hogy nekem nemrég megjelent egy ilyen eszékötetem, az elveszett királyságban hangvaskor, vöröskörön, meg felgyújtodalmi kérdésről, meg Magyarországon, meg Európában itt van néhány dolgot. Ebből is hoztam még példányt, és ezekből a kötetekből is még van itt néhány példány, mindkettő eladásra számunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!